A koronavírus járvány következtében 2020-ban szinte teljesen ellehetetlenült az utazás világszerte. A tavalyi évben már ha lassan is, de emelkedésnek indultak az idegenforgalmi mutatók, a pandémia előtti utazási kedv pedig szinte teljesen visszatért az idei évben. Az ugyanakkor még mindig megfigyelhető, hogy a külföldre vágyók körültekintőben választanak úti célt, ráadásul az energiaválság okozta drágulás is bizonytalanná teszi a magyarokat. Erről beszélt Petőné Szabolcsi Hajnalka, a Gátravel idegenforgalmi referense 35 perc című műsorunkban. A pandémia annyiban hozott változást, hogy az emberek óvatosabbak lettek. Az utakhoz lehet kötni különböző biztosításokat, ilyen például egy útlemondási biztosítás. Ezeket régen nem minden esetben kötötték az utasok. Most az első kérdésük természetesen az, hogy ha bármi történik, bármi van, akkor milyen lehetőségeik vannak az utazás elhalasztására, lemondására, milyen következményei lehetnek annak, hogy ők nem tudnak utazni. Ez volt az első kérdésedre a válasz. A másik kérdésben igazából még nem érzékeljük azt, hogy ez a válság kihatással lesz az utazásra. Jelenleg megjelentek ugye előfoglalási árak, megjelentek a 2023-as szezonba induló chartereknek a számai, illetve a különböző desztinációknak látjuk most már az árait is. Emelkedés az árakban természetesen van. Viszont az, hogy most az utasoknak a létszáma mennyiben fog változni az idei szezonhoz képest, ezt sajnos nem tudjuk megjósolni. Bár az utóbbi 5-6 évben egyre inkább az volt a jellemző, hogy sokan külföldön töltik a karácsonyt vagy a két ünnep közti időszakot, ezúttal azonban inkább az új év első hetére szaporodtak meg a foglalások. Meghosszabbodott a gyerekeknek a téli szünet, és kimaradt az őszi szünet. Így a január első, második hete, de inkább ugye az első hete az, amit keresnek nálunk is a kedves ügyfelek. Itt is elsősorban nem a belföldi szállásokat, legalábbis a mi irodánkban, mert kiszámíthatatlannak tartják azt az utasok, hogy vajon az az adott szállás nyitva lesz, nem lesz nyitva, bezárt, nem zárt be, tehát nem tudják kiszámolni. Sokkal biztosabbnak tartják azt, hogyha repülőre ülnek, és akár itt Európán belül Ciprusra, Kanári-szigetekre elutaznak, és ott töltenek el kellemesen pár napot. A szakember hozzátette, aki szeretne a karácsonyi időszakra utazást és szállást foglalni, az minél előbb tegye ezt meg. A szervező irodák kínálataiban ugyanis egyre kevesebb a last minute ajánlat.